Tehát amikor gyerek voltam, egy az, hogy mindent fehéren, feketén láttam. Nem csak a saktában. Valamit főzöcskéztem és vakon játszottam velük. Vakon megverted? Meg. Ő mindig támogatott, tehát tényleg ő mindig támogatott abban, hogy az edzéseimet meg tudjam oldani. Hogy az edzőtáborokat, hogy a versenyre tudjak menni, hogy nyugodt legyek, hogy a gyerekek jó kezekben vannak. Megfordult a fejekben valahol, mi lett volna, ha fiúnak szület? Ez nem soha fordult meg. Köszönjük az Allianznak, hogy új elektromos autó biztosításával támogatja utunkat. Szia! Mire? Mint egy filmsztár. De tényleg, kényelmes? Kényelmes, igen. Nyugodtan igazgast, hogyha. Nem. Na, akkor alapítványból a kiadóba. Igen. Mert te sem pihensz. Igen. 40 éve. 42 éve. Hát az egyensúlyt próbálom tartani. Nekem az a célom leginkább. Ami ugye a sok tennivaló mellett azért nem olyan egyszerű. Mi neked az egyensúly? Hát most az, hogy hát a család, a munka, a különböző munkaterületek, az mind úgy legyen egyensúlyban, hogy egy az, hogy szeretem azokat a dolgokat, amiben benne vagyok, ha már nagyon sokat dolgozok, illetve hát amiket csinálok, azokat úgy csináljam, hogy érdekes legyen, jó legyen, kivitelezhető legyen, fenntartható legyen, emberileg és munkailag is. Szóval, hogy igazából az érdekelne, ismerve azt a munkamorált, meg tényleg munkamennyiséget, amit te minden egyes projektben beleteszel, meg azt az igényességet, amit gyakorlatilag tényleg aprócska korodtól hozol otthon, hogy azt hogyan vagy képes önmagad számára irgalmasan kezelni. Tehát, hogy mennyire vagy megengedő magadnak. Hogy belenőttél-e abba már, mert az az életkor, amiben mi vagyunk, mi nagyjából egykorúak vagyunk, szóval, hogy ebben az életkorban kezdünk arra ránézni, hogy egyszerűen muszáj néha saját magunkat középpontba helyezni. És megengedni magunknak például azt, hogy pihenj, azt, hogy töltődj, azt, hogy nem tudom, ne csinálj mindent 120%-on. Hát én azt hiszem, hogy különböző időszakomban különbözőféleképpen álltam ezekhez a dolgokhoz. Tehát amikor gyerek voltam, egy az, hogy mindent fehéren, feketén láttam. Nem csak a saktában. De szép, igen. De tényleg ilyen nagyon-nagyon direkt voltam, és ez a stílusomat is tükrözte. Tehát akkor is más volt, nyilván akkor azért rengeteg energiával, illetve fókuszba a sak és a sak és a sak. És az utóbbi 10 évben, közel 10 évben, amióta abba hagytam a versenyzést, azóta is, illetve hát igen, másképp adok magamnak időt, illetve tanulom folyamatosan, hogy az egyensúlyra visszatérve, hogy tényleg mi az, amikor mikor engedhetem meg magamnak, hogy éjjel 3-ig vagyok fönt, vagy akkor utána azt hol kompenzálom. Hát ezek azok a dolgok, amiket azért az utolsó 1-2-3 évben nagyon intenzíven nézek, uh-huh. és tapasztalok, és a tapasztalatok alapján döntök, hogy akkor tényleg mit vállalok el, mit nem vállalok el, mennyire tudom tartani a fókuszt, ami éppen abban az időszakban fontos, vagy így alakult az élet. Úgyhogy szerintem nagyon fontos, hogy az ember egy az, hogy van egy tudatossága, másfelől meg észrevegye, hogy változnak az idők, változnak a helyzetek, változnak az új lehetőségek, vagy egyszerűen vége bizonyos dolgok. Meg hogy ő maga is, tehát hogy te magad is változol. A tested, a mentális állapotod, a regenerálódási képességed, hát nem tudom, hogy te észreveszed-e, de hogy én például egy ilyen 3 órás, hogyha megengedem magamnak, hogy mondjuk 3-ig fönn maradjak, mert nem tudom, behúz egy könyv, vagy elragad egy ilyen munka flow folyamat, vagy nem tudom, egy sorozatot, nem bírok abba hagyni, előfordul. Szóval, hogy egy ilyen hajnalig fönnmaradás az már nem egy nap? Hogy utána kipihen, nem tudom nálad. Nekem, megmondom őszintén, amikor fiatalabb voltam, 20 körül, én akkor sem bírtam az éjjel 3-azást.
De megmondom őszintén, hogy meglepő, hogy pont most az utolsó pár hétben kétszer is volt, hogy így ilyen háromig fent maradtam, annyira jól ment a munka, hogy, hogy egyszerűen nem tudtam abba hagyni, és mondom, fú, ez annyira, annyira hatékony vagyok, hogy nem lehet abba hagyni. És nem viselt meg annyira, tehát valahogy ezt is jobban tudom kezelni, hogy azt mondom, hogy jó, felkelek utána 4 óra múlva, 7-kor vagy 8-kor. De akkor következő nap esetleg adok magamnak egy kicsit. Persze nem vagyok, nem tudom ennyire megtartani, mint amennyire szeretném, de azért látom, hogy egyre többet tanulok magamból, és egyre jobban tudom irányítani magamat, hogy akkor ne izguljak, ne idegeskedjek annyira dolgokon, bízzak magamba különböző területeken, hogy az meg lesz. Úgyhogy kihívásokat szeretem, de nagyon igazodni kell a változásokhoz. Így gyorsan változik minden. Uh-huh. Hát pláne, fú, igen, mostanában, hogy, de te megakadt a fülem ezen, hogy te nem bízol magadban? Neked ezzel még van gondod? Nem is az, hogy nem bízok magamban, hanem abban, hogy például egy szokatlan helyzetet mennyi idő alatt tudok megoldani, tudod? Uh-huh. Tehát, hogy például egy fesztiválnál, amit csinálunk. Ugye ez a Világsakk Fesztivál. Most lesz október 14-én. Igen, tehát olyan dolgokba, amiben még nem vagyok rutinos, és új terület, abban nem feltétlenül tudom bemérni az időfaktort. Aha. Mennyi idő alatt tudom megcsinálni, és akkor hajlamos vagyok ugye agyon izgulni magam, és állandóan azon ketyegni, agyalni, hogy akkor azt hogy oldom meg, amikor nincs akkora időzavar, nincs akkora baj, de azért aggódom, hogy hú, hát akkor meg lesz-e időben, jó lesz-e, hogy lesz. De meg kell, hogy mondjam, az utóbbi időben azért a maximalizmusomból azért kellőképpen leadtam, és így azért sokkal könnyebb az életem. Jó lett volna, egy kicsit hamarabb leadsz belőle? Szoktál erre gondolni? Nem. Nem. Nagyon ritkán gondolok arra, hogy mi lett volna, ha című változat. Elnézve a pályádat, tök sok csúcspont van, de azt te magad is mondtad, hogy mondjuk az élvonalbeli sakkozói rangod, az pont akkor volt a legmagasabb, amikor a kisfiad jött. Igen. Ez még egy érdekes egybeesés, nem? Hogy... Igen, az érdekes volt, hogy tényleg akkor játszottam a világbajnoki versenyen, amikor 5 hónapos volt. Uh-huh. De egy nehéz időszak volt, mert a világbajnoki verseny az Argentinában volt, és 27 napig voltam távol. Úgyhogy az első gyereskkel... Könyvében olvastam ezt a történetet, az nagyon kemény volt akkor. És akkor a Gusztáv, a férjed maradt itthon vele. Igen, igen. Igen, de tudtam, hogy nem fog megismerni. Hogy nem ismert meg a gyerek? Hát igen, azért arra én készültem, hogy amikor hazajövök, akkor 27 nap után az nem lesz könnyű, és így is volt végül is, ki kellett böjtölnem azt a... Uh-huh. 10 percet, vagy fél órát, vagy nem tudom mennyit, hosszúnak tűnt az még. Gondolom. Hogy úgy nézett. De és mondjuk ilyenkor te sírós vagy? Persze, tudok sírni. Mit sírsz? Hát, mostanában nem emlékszem, hogy mikor lett volna. De, hát amikor sakkoztam, akkor is volt, persze. Tehát amikor valami olyan erős érzelmi cunamit él meg az ember, legyen ez bármi végül is, egy családi dolog, egy annyira fáradt vagy, hogy valamikor egyszerűen túlcsúlt. A fáradtságtól. Igen, vagy egy nagy eseményen, sakk. Mondjuk elveszti az ember a partit, vagy ilyesmi, akkor ezek mind része volt. De hát ez része annak az elengedésnek, meg az, hogy túltegyem magam. Tehát én például nagyon jó voltam, ez volt az egyik legjobb karakter, mint az én életem, hogy én könnyen túltettem magam dolgokat. Uh-huh. Tehát az azért a körülöttem lévő embereket azért néha meg is ijeszti, vagy meglepődnek, hogy milyen könnyen túllépek dolgokon. Tehát azért itt a racionális azért agyam azért az nagyon belép. És hát ugye egy versenyen borzalmasan fontos, ami egy verseny 9 vagy 13 forduló is tarthat, 2 hét, hogy az egyik nap vesztesz, hogyan elnéztél, durva hibát követtél el, vagy csak úgy egyszerűen az ellenfél túljátszott, hogyan teszed túl magad, mennyi, hány perc, hány óra az, amikor kész vége a szomorkodásnak, és jön a következő játszma. De ezt például hogy tanultátok otthon aputól? Vagy hogy tanultátok-e? Mert az az érdekes, hogy ugye
ma már sokkal többet tudunk a pszichológia jelentőségéről az élsportban, mint akkor, amikor ti kezdtétek, vagy akár még az első hát években, sőt talán évtizedekben is. Szóval, hogy ma már elképzelhetetlen, hogy egy olyan szintű játékos mellett, mint ami te is voltál, meg a nővéreid, ne állt volna ott állandó pszichológiai segítség. Nálatok ez hogy volt? Hát igazából ugye azért nekünk nagyon speciális gyerekkorunk volt, és mivel nem jártam iskolába, nem jártunk iskolába, ezért otthon voltunk, és amikor voltam, akkor iskolára tanultunk vizsgákra, de azért az idő nagy részét a versenyekre készültünk, edzettünk, tehát azért mi nagyon-nagyon-nagyon együtt voltunk. Ebből adódóan a nővéreimmel is nagyon szoros a kapcsolat, és ez nagyon sok mindent pótolt, illetve megoldott, amit pszichológiailag külsősnek meg kellett volna oldani, ugye sok esetben. Meg hát apu azért pszichológiában azért kellőképpen jó, meg hát zseniális pedagógusok, ugye mind a ketten, anyu is, meg apu is. És de az biztos, hogy mostanra a sport az nagyon megváltozott. Tehát a sakkban is egy fontos része tud lenni, bár nem mondom azt, hogy mindenki pszichológussal dolgozna. Tehát annyira, tehát már elfogadják, és sokan gondolkoznak rajta, hogy dolgozzanak pszichológussal esetleg, de kevés játékosról tudok az éjjátékosok közül például. Ez milyen érdekes, mert hogy az ember azt gondolná laikusként, hogy egy olyan mentális erőt és összpontosítást, és annyi mindent még igénylő sport olyan szinten, amilyen te is űzted, és amilyen most is az élvonalban űzik, vagy egyszerűen olyan megterhelés pszichésen, hogy muszáj. Igen, de érdekes, hogy régen a sakkozók kifejezetten féltek az ilyentől, és szerintem azért, mert ugye minden információ, amit kiad egy sakkozó, azt úgy értékelte régen, hogy az nagyon-nagyon-nagyon értékes. Hm. És ez teljesen mindegy, hogy ki volt. Aha. Ez teljesen mindegy, hogy ki volt. És szerintem ezért van az, hogy a sakkban ennyire félősek, vagy nem nagyon dolgoztak pszichológussal, mert ugye az a szellemi sportág. Hm. És akkor az érzelmi, meg szokási információkat megosztani, az sose lehet tudni, hogy kihez kell. Még akkor is, hogyha egy pszichológus nem oszthatja. Igen, meg sokan úgy voltak vele, hogy hát mit tud ő nekem segíteni. Persze én is már megtanultam, én soha nem dolgoztam pszichológussal, én coachsal dolgoztam, de az is már a versenyzés után, már amikor kapitány lettem, akkor jöttem én is rá. De nem mondom, hogy nem lett volna jó esetleg, hogyha ott a végén, amikor én már visszavonultam, akkor megpróbáltam volna. De ugye azért nem csak az a lényeg, hogy pszichológus, hanem hogy jó pszichológus. Hát ez persze, de ez nem csak az élsportban van így, hanem igen, mindenkinek. Tehát, hogy ugye ráadásul még akár egy jó pszichológus sem feltétlenül jelenti azt, hogy te és ő passzoltok. Igen. Tehát, hogy ott igen. Is van egy kémia, egy egymásra hangoltság, aminek létre kell jönnie. Mindegy, ez érdekes, meg ugye az is, hogy nyilván a ti történetetek ilyen nagyon szépen finoman mondott, hogy hát speciális gyerekkorod volt, hát nem kicsit volt speciális gyerekkorod, ez egy eléggé jól dokumentált. Ahhoz képest, hogy a 70-es években születtél, én nem is tudom, hogy van-e olyan jól dokumentált gyerekkor, mint a tiétek. Mert hogyha ma születtetek volna, akkor tele lenne veletek az Instagram meg a TikTok. Igen. De akkor nyilván nem az volt a nyilvánosságnak a szerkezete, mint akkor, vagy ma nem az, mint akkor volt. De hogy, szóval ma visszatekintve, mert te is kétszeres anyuka vagy, ráadásul nagy kamaszok a gyerekek. Most 17 és 19? Igen. Szóval most visszatekintve, azzal a bölcsességgel, ráadásul te is foglalkozol pedagógiával, hiszen óvodásoknak és kisiskolásoknak is készítettetek programot, erről majd még fogunk beszélni. Szóval, hogy most visszatekintve, mit látsz te abban, hogy milyen érzések képződnek meg benned azzal a gyerekkorral kapcsolatban? Az az igazság, hogy érdekes, hogy én olyan rengeteg interjút adtam, úgyhogy rengeteget kellett nekem már erről mesélnem. Nem szoktam annyira foglalkozni. De újra és újra persze előjönnek ezek a dolgok. Ez egy különleges dolog még ma is. Én megmondom őszintén, hogy ahonnan jöttem, tehát azért nagyon szerény körülmények között nőttünk föl,
és a szüleimtől nagyon sokat tanultam, nagyon sok szempontból. Tehát, és látom magamon is azokat persze, beledolgozva, mind a nevelésben nyilvánvaló, meg mind ahogy él az ember. Ezt így lehetett csinálni, ahogy apuék csinálták. Tehát az, hogy tényleg apuék ezerrel bíztak abba, és hittek abba, amit, ahogy neveltek minket. Abban a módszerben, aha. Igen. Tehát az, hogy mi nem jártunk iskolába, az, hogy fókuszáltunk, és nekünk a sak volt. Az én életemben már teljesen természetes volt. Amikor Zsuzsi kezdte, akkor azért ott még nem volt egyértelmű, hogy akkor mi lesz az a téma, amire fókuszálnak, de amikor én megjöttem harmadikként a sorban, így már nekem egyértelmű volt, hogy hát persze egy én is sakkozó leszek. Addigra már minden összeállt, nem? Voltak tapasztalatok. Igen. Zsuzsi igen. Hány évvel idősebb? Nálad 7 évvel idősebb. Ő az igazi úttörő, ő volt hármatok között. Abszolút. Minden szempontból. A családon belül is. Tehát ott is kitaposni azt, igen. Hogy mit enged apu, mit nem enged, hol vannak a határok, stb. Na, de hogy amire te megjöttél, ráadásul azzal a személyiséggel, amivel téged felruházott a, nem tudom, genetika, jó Isten, most így mindenki válassza ki, hogy kivel mit, ki mit ruház fel, hol. Szóval, hogy úgy tényleg minden összeállt benned, nem? A tapasztalat, addigra egy csomó harcot megvívtak, apádék is. Igen, igen. Nyilvánvalóan nekem már egy sokkal könnyebb helyzetem volt, meg apuéknak is, tehát rengeteg dolgot már nem kellett igen. Kitalálni, kitaposni, megtapasztalni, meg levonták már a következtetéseket, hogy akkor edzők terén, verseny terén, hogy lehet ezt jól csinálni. Nekem nagyon jó volt, hogy ott volt Zsuzsi, ugye, aki 7 éve idősebb volt, vele ugye később lettem jóba, mert azért ugye az évkor különbség azért az nagyon nagy, mi Zsófival voltunk nagyon-nagyon közel. Igen. Ő ezt úgy mondta, hogy mint az ikrek úgy nevelkedtetek. Igen, mert egy idő után már közös edzéseink voltak, és akkor közös huncutkodások. Uh-huh. Játékok, sírások, marakodások, vitatkozások. Tehát ott azért a napnak azért a legnagyobb részét, tehát majdnem minden percét együtt töltöttük gyakorlatilag. És nekem ez egy nagyon nagy nehézség is volt, amikor később 13 éves voltam, és elkezdtünk külön versenyekre utazni. Hát bizony, az egy komoly elválás, vagy hát levállás nagyon-nagyon-nagyon feladat volt. Igen. Igen. Mert ugye amikor, az egy nagyon érdekes, és egy picit beszéljünk, és egy nagyon érdekes lehetett tényleg, és izgalmas kívülről is azt látni, meg olvasni róla, hogy amikor a te játékosi szinted egyszer csak elkezdte meghaladni a nővéreidnek a szintjét, akkor ott az addigi együtt utazásból, mindent együtt csinálásból, családi buliból egyszer csak egy teljes kettészakadás lett, és akkor, vagy hát többféle felé szakadás, és hogy ott, hogy például köztetek, meg benned, az hogy oldódott fel? Fel tudott-e oldódni? Kaptatok-e abban segítséget, hogy itt szinteltolódások vannak például a tesók között? Mi annyira közel voltunk egymáshoz, és annyira mindenbe együtt voltunk, és egy hullám hosszon, hogy itt persze az probléma volt, hogy elkezdtem olyan versenyekre menni, ahova csak engem hívtak meg. De hát akkor is tartottuk a kapcsolatot mindig, tehát telefonon. Nyilván akkor azért közel nem volt ennyire egyszerű a kapcsolattartás, ugye az interneten keresztül. Azért az nem volt lehetséges még akkor. De hát akkor is mindig szurkoltunk egymásnak. Például soha nem voltunk féltékenyek egymásra, mert annyira közös volt a siker. Tehát mivel azért voltak ellenségek és szkeptikusok a neveléssel kapcsolatban, meg több irányból is, ebből adódóan bárki csinált valami sikert, akkor az hatalmas nagy öröm volt a családnak. És de valóban, tehát amikor én jobb lettem, akkor azért ez azért engem megviselt, nehéz volt, de Zsuzsi például mindig örült ennek. Nemrég került a szemem elé egy olyan régi interjú, és azt hiszem ez tükrözi legjobban azt, hogy mennyire egymásnak szurkoltunk. És ugye ebben az esetben inkább Zsuzsinál a 10 pont, mert ugye ő volt az erősebb, ő volt az idősebb, nagyobb,
hogy egy interjút készítettek külföldön, és megkérdezték, hogy hát akkor már ugye férfi és fiú versenyeken játszottunk, vagy nyílt versenyeken játszottunk, és megkérdezték Zsuzsitól, hogy én ültem ott mellette, meg Zsófi a másik oldalon, hogy hát szerinte tényleg lesz-e nővilágbajnok majd egyszer. És akkor, mint abszolút világbajnok. Abszolút világbajnok, igen, és akkor Zsuzsi elmosolyodott, és rámutatott, hogy hát lehet, hogy itt ő mellette. Oh, igen. Jó, hát akkor most viszont meg kell kérdezem, hogy az, hogy ez nem jött össze, az ahogy vagy? Semmi rossz érzés, ha erre akarsz kiukadni. Nem a rosszra kérdezem, hogy ez, hogy dolgoztad ezt föl, hol van ez benned, mert ugye beszéltünk arról, hogy ugye Oliver akkor jött, amikor az abszolút csúcson voltál, és aztán ott, szóval amikor becsapódik egy ilyen elementáris női energia a férfi világban menetelő karrierbe, akkor azért azzal van feladat. És az, hát az ott el is kérte a maga jussát. Hát igazából az, hogy nekem az volt az álmom, hogy világbajnok legyek, ugye az abszolút nők férfiak között, az egy álom, az egy olyan cél volt, amit mindig is tudtam, hogy majdnem lehetetlenség elérni. Tehát, és itt nem azért, és nem azt éreztem, hogy azért, mert én lánynak születtem, hanem azért, mert a világon összesen most tartunk 17 világbajnoknál az évszázadok alatt. Tehát, hogy ez nem ennek a kérdése. De az volt mindig a szemem előtt, hogy legyen mindig további célom. Tehát nyilvánvalóan, amikor pici voltam, akkor a különböző szintek voltak, ugye a nagymesteri szint, tehát az volt a wow, az volt a nagyon nagy dolog, és utána különben nehéz volt, és ez minden sakkozónak nehéz, mert ugye a nagymesteri az egy nagyon szignifikáns titulus, és utána már az élőpontok vannak, hogy minél magasabb legyen, és akkor az van, hogy akkor legyél a top 50-be, több 20-be, top 10-be, és én benne voltam a top 10-be a végén, több éven keresztül, és az nagyon jó volt, és ezért az volt nekem az a cél, ami abszolút elérhető. Nek tűnt mindig is. Tehát ez egy számodra reális. Igen, az, hogy világbajnok legyél, az ott már nagyon-nagyon-nagyon-nagyon sok dolognak kell úgy. Meg nüanszok, nem? Tehát, hogy az a 10 ember... Abszolút. Az tényleg annyira ilyen apróságokon... Hát, sok múlik a szerencsén, ki az edződ, milyen lehetőségek vannak, milyen korba születtél, a technológiával mennyire tudsz bánni, most már az utolsó két évtizedben mondjuk, mennyire vagy rugalmas, mennyire jó az idegrendszered, milyenek az alvási szokásaid, és még 100 másik dolog. Tehát nekem rossz érzésem ezzel abszolút nincs. Mm. Ez tök jó. Meg hogy igazából, hogy olyan, hogy ahhoz a szintű sikerhez, amit te gyerekkorod óta gyakorlatilag megéltél, hozzá lehet szokni? Ez csak látszólag egyszerű ez a kérdés, amit nyilván értesz. Hát azt hiszem, nagyon fontos volt, hogy azért a szüleim eléggé tisztán irányítgattak minket, hogy amikor mondjuk volt egy nagy siker, akkor ne szálljunk el magunktól, az értékeket átadják, amik a valós értékek voltak a családunkban. Tehát az, hogy ugyanolyan embernek maradni, tehát nem vagyok én semmivel se több, meg kevesebb, akármilyen helyzetben, valakinél vagy valakiknél, tehát akármilyen irányba mozdul el a dolog. És nekem azért ez nagyon fontos, tehát, hogy én a munkába se szeretem. Tehát hiába vagyok esetleg én a főnök, én az irányító, én mondom ki a végszót. Esetleg. Igen, hát nem minden, munkában van így. Aha. Tehát van, amikor nekem van főnököm, és nekem kell alkalmazkodni, de mindegy, hogy melyik helyzetben vagyok, azt se szeretem, meg nem nagyon tolerálom, hogyha nagyon megmondják nekem direktbe, erőszakosan, de én se vagyok olyan, aki határozottság az van, de nem erőszakoskodás, meg én mondjuk egyszerűen jó hangulatban szeretek dolgozni, és én abban hiszek, hogy akkor a leghatékonyabb minden, meg akkor érdemes a folyamatokat csinálni. Én ezt aláírom, mert most egy
kulisszatitok. Mi elkezdtünk együtt, vagy elkezdünk hamarosan együtt dolgozni, ennek természetesen az előkészítési fázisánban vagyunk most, vagy a csomó mindenem már túl, úgyhogy én látom, érzékelem azt, hogy te hogy dolgozol, csak kis szeletét, mert hiszen rengeteg minden mást is csinálsz, de ugye most az októberi világsakfesztivál után elindul egy sorozatod a VMN-en, és ez egy új, ilyet talán még nem csináltál, nem? Hogy rendszeresen írni, kommunikálni egy mainstream média felületen a sakról, a sak életünkben betöltött szerepéről, a gyerekek tanulásának, életre való felkészítésének ben betöltött szerepéről. Szóval, hogy ez új? Ez abszolút új, igen, és nem tudom azt mondani, hogy unatkoztam, és akkor kellett valami, és azért csináljuk. Tehát azért, igen, bele kell illeszteni a többi dologba. Persze. De igen, és azért is kellett kicsit átgondolnom, kicsit nagyon, mert hogyha benne vagyok valamiben, akkor igen, azt szeretem valahogy úgy, hogy az jó is legyen, meg idő is legyen rá, tehát hogy azért az olyan jó tudjon lenni, tehát az én részemről is, ne csak az olvasónak, vagy... Tehát, és ezeket megtalálni, ugye azért ez nem mindig annyira egyszerű. De igen, ez egy teljesen új dolog, mert hát ugye sorozatról beszélünk, és tehát azért egy komolyabb időintervallumban lesz azért ez része így folyamatosan az életnek. De arról meg szeretek beszélni, hogy a sak az élet különböző területén, hogy hat az emberekre, vagy milyen pozitív hatása van minden korosztálynak, megmondjam őszintén. És az én életemben nyilvánvalóan az első pár évtizedem az csak a sak volt, és nekem utána nyílt ki a világ, de nagyon gyönyörű párhuzamok vannak azért nagyon sok mindenben. Mondasz egy párat, hogy mi volt, amit benned is így most így felsejlik, hogy milyen párhuzamokról beszélünk, mi az, ami neked egy ilyen óriási tanulság volt, meg ilyen rácsodálkozás akkor, amikor kinyílt a világ, vagy akár a saját gyerekek, a sakpalota fejlesztések kapcsán, ami eszedbe jut? Hát igazából nagyon sok minden, tehát én azért a Világsakfesztivált is úgy szervezem, nagyon sok minden úgy van benne, mint az agyamban, hogy a sakkal kapcsolatban volt. Tehát az, hogy újra kell tervezni, ez alap. De ez a sakban is így van, tehát akármilyen helyzetben vagy, egy jó állásod van, nyert állásod van, a végéig ott kell maradni, fókuszban kell tartani magadat, tehát az egyetem, a döntéshozatal, az egyik legfontosabb dolog, hát minden lépésbe döntenem kell. Akkor mi alapján döntök, mik a folyamatok, ahogy döntök. És akkor, hogyha néha hogy összevetem, hogy a sakban hogy döntöttem, akkor milyen összefüggések vannak, mennyit készültem föl, mennyi belőle az intuíció, mik a hatásai, mi a felelősség, mi az, amit felvállalsz, ha rosszul döntesz, akkor azt hogy kezeled le, és hogy gondolod újra, és hogy ismered el a kollégáidnak, vagy most egy dolog az, hogy a kollégáimnak, vagy a világnak, hogy valamit rosszul döntöttem, ami egyértelmű, vagy a sakba ugye volt, hogy rosszat léptem, elvesztettem a partit. Egyértelmű volt. Tehát a tervezés, a stratégia, a kombinációs készség például a sakba nekem az egy nagyon erős oldalam volt. Mindig is, és egyre többet látom, hogy a mai világban például mennyire fontos ez a kombinációs készség, ami szerintem anyukáknak kifejezetten nagyon erős, ugye ez a multitaskinges rész. Tehát rengeteg dolog van, ami így metaforaként lehet használni oda-vissza. Engem mondjuk ez szórakoztat is, hogy olyan példákkal jövök elő, meg modellezem le a dolgokat. De tehát nekem ez valahol a lételemem, hogy oda-vissza nézem és elemzem a dolgokat. Hát igen, hogy te a sakk tanított élni téged, abszolút, és csak a sakk. És aztán az életed felzárkózott, nem? Valahogy. Hát igen, nekem nagyon más fázisok vannak az életemben, tehát azért az első, mondjuk a 5 éves koromtól, mondjuk 20-25 éves koromig azért gyakorlatilag sakk, és még egy kis sakk volt. De azért mégiscsak az utazás, az meg nagyon globális látást adott nekem. Tehát azért azt nagyon meg tudtam tapasztalni, hogy,
hogy mindenki azért ugyanarra, ugyanazért repekedik, ugyanazért él. Ugyanúgy mindenhol beszélnek, csak van ahol magyarul, angolul, japánul, kínaiul. Tehát, hogy azért nagyon sok minden azért ugyanaz. És azért nekem, én úgy érzem, hogy nagyon nagy szerencsém volt, mert azért amikor én elkezdtem utazni, akkor még nem volt az a mostani világ. Nem utaztunk. Hát nem. És azért az nagyon nagy dolog volt, amikor én 9 évesen Ausztráliába mentem, Amerikába mentem. New York Times címlap. Igen, 9 éves volt, tehát 10? 9. Igen. Ezért volt az, hogy például a gyerekeinknél az alap volt, hogy sok helyre vittük már, amikor nagyon picik voltak. Tehát, hogy egyszerűen az a nyitottság, az az elfogadás, az a természetesség a világ felé, az egy nagyon természetes folyamat legyen, hogy ez része. És egyszer így nőnek föl. Uh-huh. És ők járnak iskolába, vagy jártak iskolába, ugye? Járnak tag, mert most ugye hogy ilyen tranzitkorban vannak. De hogy ott az például a Kepes könyvében, a Matta férfiaknakban, ott az 2008-ban írodott, ott Olivier még mindenki kicsi volt. Igen. És hogy ott még dilemmáztatok. Ezen én emlékszem, hogy volt abban egy fejezet, amikor erről kérdez a Kepestiteket, vagy téged, hogy iskola, vagy kövessétek-e a polgármódszernek a sajátosságát, hogy magántanulóként, és nem tudom, és hogy ugye Gusztávval azért volt ezzel kapcsolatban köztetek, hát ha nem is vita, de hogy egy ilyen diskurzus. Igen, megmondom őszintén, hogy az Olivért, ugye ő az idősebb, 5 éves koráig már babakorába felneveltük. Tehát 5 éves koráig ugye eljutottunk. Uh-huh. Hogy akkor már nagyon pici korától lesz egy babysitter, aki idegen nyelven uh-huh. fog hozzá beszélni, olyan óvodába fog járni, ahol angol vagy idegen nyelven fog. És akkor tehát 5 éves korig úgy suli kb. Úgy felnevelt. És ugye eltelt egy pár év, És akkor úgy kicsit megtorpantunk, hogy akkor merre van az arra. És hát én úgy vagyok vele, hogy akkor lehet a legjobban nevelni gyereket, hogyha mind a két szülő ugyanúgy gondolja az irányt. Uh-huh. És hát azért a férjem meg másképp, ők meg klasszikus módon, ugye, ahogy szokás, ő azért járt óvodába, iskolába, tehát így egy-egy volt a történet, és akkor valahogy úgy alakult, hogy mi úgy gondoltuk, hogy a mostani élethelyzetünkbe, és az itt mostani akkori feltételekkel, ahogy mi már éltünk, ugye nekem azért még az aktív versenyzés volt, a férjemnek az állatorvoslás volt a fő dolog az életében, a magánrendelőjét nyitotta meg, tehát ő meg azzal volt nagyon elfoglalva. És akkor úgy döntöttünk, hogy jó, hát akkor a gyerekek így fognak a legjobban boldogulni, hogyha úgymond hagyományos gyerekként uh-huh. nőnek fel, olyan életük van. Ugye mondtam, hogy nem nagyon szeretek visszagondolni, meg rákcsálni dolgokat. Ezen néha elgondolkozom, hogy lehet, hogy jobb lett volna, hogyha magántanulok. Tényleg? Igen, olyan nagyon sokat nem gondolkozom. Félre ne néha, értem a néhát, értem. Ott szó szerint. Néha, oké. Okay. Igen. Amikor a témába vágó a beszélgetés. Uh-huh. Igen, ezen elgondolkozom, mert ugye azért az oktatás világszerte azért nagyon nagy krízisben van már azért nagyon régóta. Különböző helyeken különbözők a problémák, és azért az, hogy a mai gyereknek mire van szüksége, azért ez nagyon nem egy egyértelmű dolog, míg mondjuk, mit tudom én, 30-40 évvel ezelőtt azért sokkal jobban meg tudtad mondani, hogy mik a kötelező körök. Például ugye most egyik fő téma, hogy például mikor adj technológiát a kezébe a gyereknek. Bizony, vagy mikor veszi el, és mikor nevedd el tőle. Tehát ezek olyan stratégiai... Hogy használd, igen. Igen, és ezek olyan stratégiai kérdések, hogy ez nem egy egyszeri alkalom. Ez stratégiai gondolkodás, hogy látod, hogy az árt a gyereknek, vagy fejleszti a gyereknek. Na és nálatok ez hogy volt? Van. Most hát akkor még nem volt, amikor az enyémeim voltak azért kicsik, 10 évvel ezelőtt. Nagyon picik. Mert igen, ugye ez a kérdés, ez 3 éves korban jön elő. Igen, hát ez is igaz, ma már, igen, hát igen, igen, igen. Hát az enyémnél is ilyen 10 éves kor körül lett ilyen aktuális nagyon ez a probléma, vagy kérdés. Igen, probléma. De akkor már egy folyamatban benne vagy. Igen. Akkor benne vagy egy folyamatban. És egy folyamatot megállítani, illetve
irányt váltani, az nagyon nehéz. Tehát alapjában például ez a döntéshozatalhoz visszakanyarodva. Ezek szerintem nagyon másképp vannak az emberek agyában, hogy a döntések mikor születnek. Igen. Amikor kimondjuk őket, hogy hova jár iskolába, hova visszük, amikor kimondod az igent az esküvődön, amikor valami ilyet csinál, nem akkor dől el. Akkor dől el, amikor ülsz a kocsiba és beszélgetsz. Főzöl és valamit mondasz a másiknak. Tehát, hogy rengeteg olyan döntés van, ami észrevétlenül billen el egy teljesen semleges helyzetbe. És mondjuk a gyereknél is ugyanez van, hogy most akkor most odaadod egyszer, kétszer, háromszor egy gyere, mert most éppen telefonálnom kell, főznöm kell, igen, kell az idő, a időnyerés. A pici kompromisszumokból lesznek, igen, a nagy döntések. Igen, igen. És hát az a baj, hogy ez egy olyan műfaj, ahol beleadsz mindent, és nem mondják meg, hogy mi a végeredmény. Igen, csak nagyon-nagyon későn dől el. Igen, és annyira sok része van, hogy formálódik egy kis gyereknek a személyisége, ugye? Meg hát az nagyon fontos, hogy azért lehetőleg jó emberek környezetében legyen. Hát bizony. És a Oliver és Hanna sakkoznak? Ők sakkoztak. Én mindig azt szoktam mondani, hogy ők hamarabb hagyták abba ezt a sportágat, mint én. Aha. Sakkoztak, amikor óvodás korukba, illetve az első két osztályba még. Uh-huh. Sakkoztak az iskolába, ahol jártak. És aztán, és miért hagyták abba? Nekik ez nem megunták? Vagy? Hát az az igazság, hogy ugye én azért blaszfémikus. Nem, én nem erőltettem, és nem is sakkoztak annyit, hogy olyan eredményeik legyenek, hogy azzal olyan nagyon sok önbizalmat szerezzenek, viszont amikor játszottak versenyeken, akkor meg persze mutogattak rájuk, hogy hát kinek a gyerekei. Aha. És megvoltak mások részéről az elvárások. Még nekem nem volt elvárás, másoktól érezték azért, hogy vannak elvárások. És azért egy ilyen gyereknek, ilyen anyuka mellett azért nem könnyű ezt a sportágat üzni. Szeretem képzelni. Úgyhogy játszottak, megtanulták egy bizonyos szinten, játszottak néhány versenyen, ott voltak a fesztiváljaimon évről évre, de nekik ez ennyi. Mondjuk azt nem tartom kizártnak, hogy majd mint egy évtized múlva úgy adódik az élet, mert annyira népszerű a sportág már most is azért, hogy olyan barátaik lesznek, akik esetleg akarnak játszani és sakkozni is fognak, de most azért nagyon nem az életük része. Igen, mert azért a sakk az egy ilyen búvópatak sportág, tehát az úgy elő-elő tud jönni, kicsit abban, hogyha nem azon a szinten nyilván, ahogy te voltál, hanem a hobbi sakkozói szinten, hogy így sakkozol, aztán kicsit nem sakkozol évekig, és akkor vannak olyan barátaid például, vagy egy élethelyzet, hogy Covid például. Ajaj, hát az a... Hát, és ráadásul pont akkor volt a Vezércsel, igen, című sorozat, a Queen's Gambit, ugye, és ott tökéletes csillagálás. Igen. Hogy mindenki otthon volt, jött ez a sorozat, és a sakkozó, sakk iránti kereslet így fölment. Abszolút, hát a sakknak az egy fantasztikus dolog volt, mind a Queen's Gambit, a Vezércsel sorozat, mind, hát bocsánat, de tényleg a Covid az a sakknak nagyon jót tett. Olyan szempontból, hogy az volt az egyetlen sportág, amit lehetett űzni, ugye? Mert azt online-ba is lehetett csinálni. És hatalmas nagy világversenyeket szerveztek azonnal. Az egész világ azt nézte, mert nem lehetett semmi más sportágat nézni. Tehát a sakk az nagyon nagy népszerűségre tett szert az utolsó pár évben. Ti sakkoztok Gusztával? Nem. Soha nem sakkoztatok? Még a legelején szeretett volna sakkozni, és akkor játszottunk egy partit. Ajaj. És annak mi lett a vége? Én azt hiszem, hogy nem úgy játszottunk, hogy mind a ketten a táblánál ültünk, hanem én valamit főzőcskéztem, és vakon játszottam vele. De nem nagyon... Ez így még megalázóbb, nem? Nem nagyon tetszett. Úgyhogy valahogy az elején ez a része úgy indult, hogy mind a ketten jobbnak láttuk, hogy nem jött elő még egyszer az ötlet. Értem. Ezt a sportágat őzzük így. Vakon megverted? Meg. Persze. Milyen vagy? Milyen kérdésed? És akkor valahogy nem jött elő ezt. Ő mindig nagy sakszerető volt. És azt tudom, igen. Azért ti ketten alaposan
szétfeszegetitek, vagy szét, főleg amikor a gyerekek kicsik voltak, és te még aktív voltál, szétfeszegettétek a, ezeket a nemi szerepeket, a klasszikus nak mondott nemi szerepeket, hogy, hogy ki mit csinál, ki, ki vigyáz a gyerekre, nem? Tehát, hogy azért úgy ő nagyon, tehát, hogy veled úgy beleválasztott, meg nyilván nem véletlenül kerültetek ti össze, ez így volt jól kitalálva, hogy, hogy úgy neked, neked valami ilyesmire volt szükséged, aki ennyire tudja azt tisztelni, aki te vagy, ahogy te működsz, és ami a te feladatod a világon. Igen, ez ugye érdekes volt, hogy ő ugye egy nagyon nagy sportszerető ember volt mindig is, de más sportokat is szeretett. És igen, valahogy, hát akkor ő akkor nyitotta meg, hát még nem nyitotta meg, de akkor ugye friss állatorvos volt, két éve, három éve. És valahogy ő akkor éppen a fogorvosira is járt. Tehát ő ilyen nagyon-nagyon intenzíven élte az életét, így tanulás, munka, minden, és valahogy akkor találkoztunk, ami neki is meglepő volt, és akkor valahogy eljött egy versenyre velem, aztán eljött még egy versenyre velem, ő ezt nagyon megszerette, nekem is jó volt, mert én ugye... Neked nagyon jót tett ez, nem? Igen, meg hát ugye én mindig valakivel mentem versenyre, tehát nem egyedül mentem. Nyilván, amikor kicsik voltunk, akkor azért, mert hát kicsik voltunk, de későbbiekben is akkor már nem azért, mert vigyázni kellett úgy rám, hanem azért, mert egyszerűen anyu segített, amikor utaztam. Tehát ez így volt. És akkor Gusztia egy pár alkalommal eljött, és soha nem mondtam neki, hogy akkor neki ez lesz a feladata, hogy akkor ő kísérgessen engem. De valahogy ez ilyen természetes volt. Tehát én örültem neki, én ezt jeleztem, ő is jól érezte magát. Az azt jelentette, hogy eljött mondjuk 10 napra vagy 12 napra egy versenyre velem, akkor előtte még intenzívebben dolgozott, nagyon sokáig dolgozott, heti 7 nap, gyerekek megszületéséig gyakorlatilag. És akkor, amikor versenyről hazajöttünk, akkor ugye eleve a verseny után az első járattal kellett hazajönni, mert akkor már úgy érezte, hogy... Várják az állatok, befejeztük a munkát, akkor irány haza, és akkor, hát és akkor ezerrel ugye pótolta azt a két hét kimaradást, amit nem tudott. De, és akkor ez így nagyon sokáig, ez így jól működött, és ez volt természetes volt, hogy versenyekre jött velem, segített, támogatott, ilyenkor mindig ezt úgy kell elképzelni, hogy beszélgetünk, hogy sétálunk, hogy... Tudta mindig, hogy kényes témákat vagy olyan nagy kérdéseket nem hoz elő, ami esetleg engem kizökkentene, tehát azért ott nagyon, nagyon tudta, hogy... És hol vannak a határok? Hát igen, meg hogy tud nekem segíteni abban, hogy ott van, de a saját dolgaival nem terhel, bár én mindig mondtam, hogy nyugodtan lehet beszélni mindenről. De aztán az például vicces volt, ahogy ő a játszma befejeztével utána mindig megkérdezte, hogy ő hogy gondolta, hogy akkor ezt meg azt miért nem léptem. És akkor türelmesen elmagyaráztad neki? És türelmesen elmagyaráztam neki. Én úgy érzem, hogy én mindig is egy türelmes ember voltam, és erre is szakítottam időt. Egy-egy pillanat volt, amikor tényleg én is annyira zaklatott voltam mondjuk egy-egy parti után, de akkor általában érezte, hogy akkor jobb, hogyha akkor nem kérdez. Hát azt mondta, amikor volt ez a bizonyos verseny, amikor Oliver 5 hónapos volt. Igen, Hollandiában. És hogy... Vagy nem Hollandiában, igen, a világbajnokság. Az Argentina. És hogy akkor ő egyszer csak csapott papot itt hagyott, és utánad ment, nem? Igen. Tehát ott te nem voltál jól? Hát, ott nagyon rosszul ment a verseny. Igen, és akkor, mert hogy olyan szép, amit írsz róla, vagy amit mondasz róla, hogy érzelmi szekundáns, ami ha, ő igen. Neked volt. Igen. És hogy ez ott, számomra egy olyan szép sztori tényleg, hogy ő vigyázott a babára, de ott neked rá volt szükség, és így itt hagyott mindent. És én nem mondtam neki. Hát tehát nem, ezt ő meglepetősből csinálta, igen, nem? Igen. Hát az nehéz verseny volt, ahogy mondtam, 27 nap volt, és nagyon rosszul ment a játék. Úgyhogy nehéz volt, és igen, ő tud ilyeneket csinálni, hogy úgy hirtelen felindulásból akkor, és mondjuk repülni se szeret, és azért nem volt közel. Hát nem, másfél napot utazott. Hol volt ez...
Arra San Luis. San Luisban volt. Volt, ami még Buenos Aires, de jó pár óra ilyen. Nem túl jó pofa kis repülő. Na, szóval, hogy ez nem ilyen kis tehát, hogy ez nem ilyen... Na, tehát nem ott tényleg, ha valaki nem szeret repülni, akkor azok a járatok ott eléggé lélekvesztők. Az az igazság, hogy nekem is, amikor mentem ott Buenos Airesből tovább, az egy nagyon rázós szó szerint repülőút volt. Hát igen, az ott egy olyan helyszín, de mondjuk neked egy ilyen, mondjuk amikor ott megláttad, az milyen volt? Tehát, hogy hogyan fogadod ezeket az ő gesztusokat? Tudtam már, hogy... Jó, tudtad, hogy igen, igen, tehát nem megjelent, hanem tudtam, hogy mondta, hogy akkor jön, és akkor érkezik valamikor. Aztán pont egy parti előtt érkezett. Uh-huh. Hát örültem neki nagyon. Hát gondolom. Nagyon, nagyon örültem, de hát ugye megmenteni nem lehetett a verseny, tehát az már hát jobb volt, mert könnyebben tudtam feldolgozni, meg jó volt. És azért ő mindig támogatott, tehát tényleg ő mindig támogatott abban, hogy az edzéseimet meg tudjam oldani, hogy az edzőtáborokat, hogy a versenyre tudjak menni, hogy nyugodt legyek, hogy a gyerekek jó kezekben vannak, és viszi őket, csinálja a dolgokat. Tehát legyen ez pelenkázás, legyen ez ofiba vivés, legyen ez magánóra, legyen ez bármi. És hát nyilván ezért tudtam azért nyugodtan játszani is, amikor itthon maradt és egyedül mentem mégiscsak, vagy amikor úgy alakítottuk ki, hogy amikor mind a ketten elmentünk és otthon hagytuk a gyerekeket, akkor is nyugodtan tudtam azért játszani. Olyan érdekes, hogy mondod, hogy te ilyen türelmes ember vagy, és tényleg az érzet, tehát az energiák, amik jönnek belőled, az is ez az ilyen, hát tényleg olyan nyugalom van benned, hogy ez nem egy ilyen erőltetett nyugalom, vagy egy olyan, amiben az ember azt érzi, tudod, hogy azért ott bent forrong valami, de kívül, tényleg van egy ilyen mély nyugalom, ami én temperamentus ember vagyok, de az nem zárja ki az egyik a másikat, hogy temperamentumos legyél, de van egy alap nyugodtság benned, nem? Igen, azt hiszem. Mondja, nagyon nyugodtan. Igen. Igen, nyugodtan tudom kezelni a dolgokat, és ahogy egyre több tapasztalatom van, annál nyugodtabban. Uh-huh. Tehát annál jobban értem, hogyha valami történik, aminek nem kéne megtörténnie, akkor attól, hogy azonnal kiakadok, azzal semmivel se lesz jobb, és a probléma se fog megoldódni. Jó, hát az ember ezt kognitív szinten tudja, felfogja, csak az érzelemszabályozás az nem mindenkinek megy úgy, mint neked. Tudom, hogy nem szereted azt, hogy mi lett volna, ha. De mégis, megfordul a fejedben valahol, mi lett volna, ha fiúnak születsz? Ez soha nem fordult meg. Tök jó. Ez soha nem. Nem, mert mindig úgy voltam vele, hogy ami van, az van. Abból kell kihozni a maximumot, és lehetőleg a jót. Tehát ez a korral kapcsolatban is mindig ezt mondom a gyerekeknek is, ugye. Egyszerűen vannak dolgok, amit nem tudsz változtatni. Azon agyalni. Nem is az agyalás, csak tudod, az, aki ennyire a férfit, és ha valaki, akkor te tényleg a férfi világban kellett, hogy küzdj, haladj, tedd a dolgot, stb. És hogyha már ugye előjött a Queen's Gambit a vezércsel az előbb, azért amit ott bemutattak, hogy a nők a sakkvilágában, az kismiskahoz képest, ami tényleg van. Ha valaki tisztában van a te... Ha elolvasott mondjuk két interjút veled, akkor tudja, hogy ami van, az kemény. Tehát, hogy az előbb mondtad, hogy majdnem lehetetlen, ezt a kifejezést, ezt a szókapcsolatot használtad, és tudod, hogy már azért kuncogsz, mert hogy tudod, ki mondta ezt, hogy majdnem lehetetlen. Én pontosan tudom, hogy ki mondta. Gary Kasparov. A Kasparov mondta. Igen, mondta, hogy majdnem lehetetlen. Amikor Bánó András megkérdezte tőle, hogy az, hogy a nő a férfisakban, nem tudom, világbajnok legyen, vagy ugyanolyan szinten? Nem, ő azt kérdezte meg, hogy mi valaha játszhatunk-e. Aha. Egymással. Az így konkrétan hangzott el rád vonatkozva? Na. Igen. Igen, mert ez az olimpia után volt, amikor megnyertük az olimpiát. Az és elsőt. Az elsőt, 88-ban, 12 éves voltam, és akkor az olimpia legjobb pontszerzője voltam, tehát nagyon jól játszottam. Majdnem minden partit megnyertem, egy döntetlen volt, és 12-t nyertem. És akkor az András megkérdezte tőle, hogy hát mi a véleménye róla. És mondta, hogy hát egyértelmű, hogy világbajnok lesz, hát női világbajnok. Uh-huh. Az nem is kérdés. És akkor tovább feszegette a riporter. És kérdezte, és valaha el tudod képzelni, hogy Judittal egymással játszottok. És erre mondta az, hogy hát
Nem, semmi Judit ellenes dolog, hanem általánosságban úgy gondolja, hogy ez a sportág, ez túl nagy feszültséggel jár, ez nem nőknek való olyan magas szinten. Uh-huh. És akkor mondja, hát nem hiszi, hát majdnem lehetetlen. De visszafordult, és azt mondja, hogy majdnem. Na, így volt a sztori. Erről beszéltetek ti utána, amikor már játszottatok, sőt meg is verted 2002-ben? Igen. Soha nem beszéltünk róla. Hát, illetve másképp beszéltünk róla a CNN-en élőadásban, az Amanpour nagyon sarokba szorította a Kasparovot. Most bekérdezett, igen? Igen, hogy akkor ezt hogy is gondolta, meg is bánta esetleg azóta ezt a dolgot. És hát mondta, hogy persze, hát Judit végül is ezzel kapcsolatban ő neki akkor az volt az érzése, ő ezt így gondolta, de most már úgy gondolja, hogy igen, én bebizonyítottam, hogy végül is én abszolút partner voltam ott az élmezőnynek, tehát az én esetemben ez igaz. Te voltál partner, vagy lehetnő? Vagy ilyen kivételnek? Hát azért... Ez egy nagy különbség. Igen. Hát ő úgy gondolja, hogy én. Mm. Tehát én ott voltam, de hát az a probléma, hogy jelen állapotban nincs 200-ban nő. Eltelt most már azóta is 10 év, hogy te abba hagytad a sakkot, és hogy nem változik ez, sőt, Igen, ez egy nagyon nehéz téma, igen. Mert azért legyünk reálisak azért mindenben. Miért történnek meg a változások? Akkor történnek meg a változások, hogyha a vezetők, most legyen ez egy cégvezető, legyen ez egy országvezető, legyen ez egy sportágban a legjobbak, azok úgy szeretnék, hogy változás történik. És ez a nőisakban nincs meg, hogy az éljátékosok, ők másképp szeretnék. Ebből adódóan nagyon nehezen is fog mozdulni bármi is, mert az élsakkozó nők nem azt mondják, hogy igen, minden lány menjen neki, és legyen abszolút kategóriában jó és ambiciózus, hanem ugye fenntartják, hogy hát a női világbajnos. A titulusok, a pénz, a rendszer, a siker, az ismert, nem túl igazságos, de mégiscsak legalább ismert és bejárt keretek. Értem. Menjünk fel, mert itt vagyunk az Open Books kiadónál, és én ha jól tudom, akkor a Sakkpalota könyvsorozat, most fogod először látni ezt, nem? Így egy ilyen próbanyomás. Hát ilyen kinyomtatásban, igen. Igen, na. Nagyon izgalom. Na menjünk, akkor nézzük. Oldalt jöttünk nézni. Nem csak tracsolni. Na. Főművünk, egyik főművünk, ugye? Hát még az első főművünk. Az első főművünk, amelyik itt látható a borítója, és ez meg egy ilyen úgynevezett kiterített borító. Egy ilyen nagyon különleges könyv. Én csak kiviccelek. Már nagyjából éles, tehát végleges színeket látsz. Igen. Jaj, de szép. Ugye? És ez még csak egy alapból. Tetszik? Hát nem mondom, hogy elsírom magam, de... De azért volt egy ilyen egy ilyen jaj, de szép. Ugye itt az van leírva, hogy melyik figurának mi a szupererőssége. Uh-huh. Aztán ezen az oldalon meg, hát az én figuráim, a kisak figuráim, hogy lépnek, hova kell elhelyezni a laphelyzetbe, és mennyit ér, nagyon precíz megfogalmazása. Ez a része egy játék, ahogy én tanultam sakkozni, amikor elkezdtem sakkozni, ugyanígy tanultam, hogy anyu azt mondta, hogy akkor rakjam valahova a figurát, és akkor érjem el az egyik vagy a másik mezőt. Az elmúlt 47 évedben egy pillanat is, amikor untad a sakkot? Nem, én most is nagyon szeretem. Nem azt kérdeztem, hogy nem szeretted, de amikor untad, azt mondtad, hogy nem. Uno, elég volt. Nem. Voltak nehéz időszakok. De az nem az unalom volt a megfelelő megfogalmazás, hanem inkább az, hogy tudod, amikor valami nem sikerül, és akkor már semmi se jó, veszted az egyik partit a másik után, rosszat lépsz, nem tudod a megnyitást, és akkor úgy újra kicsit vissza kell építeni. De mindig sikerült. Hát, itt ülök. Köszönöm szépen, Judit. Egy fotót még kérek, jó, és aztán kész vagyunk. Az én Istenem, amiben tudok hinni, mondjuk az egy liberális Isten. Váltások
És hogy ezt megsínli oltatlanul a párkapcsolat, meg az a társ, aki valamire szerződött veled. Úgy mondom el neked, mint hogy a saját magammal beszélgetni. Meg kell, hogy állapítsad, kedves Tamás, hogy te végtelenül önző ember vagy.